Megnyitotta kapuit a Lévai Református Egyházközség intézménye, a Forrásbölcsőde. A két osztálytermes konyhával is felszerelt létesítmény létrejöttét. A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja mintegy 500 ezer euróval támogatta. A bölcsőde falai között már is otthonra talált a ringató és cseperedő foglalkozás. Az osztálytermek napközben még üresek, de amint megfelelő létszámú jelentkező lesz, rendeltetésének megfelelően üzemel majd. Az épületünk két osztályos, mind a két osztályban 15-15 gyermeket tudunk befogadni, hálószobákkal, játszórésszel tudjuk, és van egy konyhánk, amellyel biztosítani tudjuk az étkeztetést a gyermekek számára. Megújult, tiszta, új, zöld beruházás volt, új építés, nagyon szép udvarral, gyönyörű környezettel indul a bölcsődénk. A két hetente megtartott ringató foglalkozás reményeik szerint a bölcsőde indulását is elősegíti, hiszen már így is kiváló táptalaja az együttjátszás és közös éneklés, mondókázás és az ölbéli játékok élményének. A szórvány területeken magyarság megtartó szerepe is kiemelt fontosságú. Egy emberként azon vagyunk, hogy ez a szórványosodás, ez amennyire tőlünk telik, álljon meg. Tehát azok a szülők, akik most még nem érzik magukat biztosnak abban, hogy tulajdonképpen ők hová tartoznak, itt megerősödjenek a magyarságukban, és abban a szeretetben, amit egymás iránt érezhetünk, hogyha őszintén elfogadjuk egymást. A kisgyermekes szülők élvezik a délutáni alkalmakat, ahol a gyermekeik művészeti nevelése mellett arra is van lehetőség, hogy más magyar családokkal is ismerkedjenek, barátságot kössenek, és gyermekeik közösen, szeretetteljes légkörben játszanak. Külön öröm számomra, hiszen a környék, ahol mi élünk, ott javarészt szlovák szülőkkel találkozunk az utcán, a játszótéren, szlovák gyerekek szólítják meg a gyerekeimet, és ők még nem értik őket, és ez nagyon érdekes helyzeteket tud teremteni. Úgyhogy nagyon jó egy kicsit kimozdulni otthonról, és egy ilyen magyar közegbe csöppenni. A magyarsághoz való kötődésre is kihatással vannak ezek a foglalkozások, illetve ebben az oldott légkörben egymás támogatására is számíthatnak a szülők. Ez érvényes a bölcsődére is, hiszen az intézmény az előirányzott nevelésen túl a hit és az összetartozás bástyája is kíván lenni. Sok édesanyja már nem tanítja meg magyarul a gyermekét, mert nem volt itt institúció, ahol aztán később beadhatná a gyermeket. Ezért inkább szlovákul tanítják a gyereket, gondolják, hogy ez így könnyebben majd az óvodában aklimatizálódik a gyerek a szlovák óvodában, de hogyha van ilyen lehetőség, hogy magyar bölcsőde, magyar óvoda, most magyar iskola is, úgyhogy szerintem ez sokkal jobb. A bölcsőde, illetve a tőszomszédságában kialakított református közösségi ház egy magyar komplexum lett Léva történelmi belvárosában. A környezet kialakításával is igyekeztünk egyértelművé tenni a magyar népművészet motívumait, a magyar mondavilág egyes elemeit sikerült beépíteni. Az épület együttes a Reménység szigete nevet kapta, ami kifejezi a keresztény értékrend, a küldetéstudat fontosságát. A szorványban nagyon nehéz megtartani a magyarságot, és ebben a világban pedig nagyon nehéz megtartani a hitvallást, a hitünket. A Reménység szigete azt hivatott szolgálni, hogy mindazok, akik bágyakoznak, és mindazok, akik keresik ezeket az értékeket az életükben, mind a magyarságot, mind a hitet, azok itt otthonra legyenek és otthonra találjanak. A magyar kormány Kárpát-medencei bölcsőde és óvodafejlesztési programnak köszönhetően 24 református tanintézmény épült, illetve újult meg a Felvidéken, ami igazolja, hogy van igény az anyanyelvi oktatásra.